Srácok, legyünk őszinték, szeptember sem volt egy rossz hónap, de októberben tényleg nehéz lesz megállni, hogy minden félretett pénzünket a fejlesztőknek és kiadóknak adjuk, mert ez egy ilyen buli. Érkeznek portok, régóta várt folytatások, újdonságok és csupa-csupa izgalmas játék. Ismét kiválogattunk nektek 6-ot, de ha nézelődnétek még a kínálatban, irány a www.gamestar.hu oldal, ahol megtaláljátok az októberi és novemberi játékokat listázó cikkünket. Ha tetszik ez a videó, akkor majd ne felejtsetek el egy lájkot hagyni, és persze iratkozzatok föl, de most lássuk előbb, mit tartogat számunkra az év 10. hónapja. Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Még szinte le sem tettük az éveken át példamutatóan bővített Wildlands-et, már is itt a folytatás, mely a bolíviai vadonból egy fiktív szigetre utaztat minket. A szellemeknek most a lehető legkeményebb ellenféllel kell szembenézniük, a farkasok egykor közéjük tartoztak, azonban a John Bentrall által alakított Code D. Walker vezetésével átálltak a sötét oldalra, ahogy ez lenni szokott. Ők is ügyesek és jól fel vannak szerelkezve, de segít, hogy a szigeten található a Skell Technology bázisa, így felfegyverzett, páncélozott drónokat is bevethetnek, ami, lássuk be, elég para. A játékot játszhatjuk egyedül, három barátunkkal együtt, kooperatívan, vagy a Ghost War módban más játékosok ellen, de akárhogy is döntünk, biztos, hogy taktikázás nélkül nem jutunk majd sokra ebben a külső nézetes akciójátékban. Concrete Genie. Még mielőtt megérkezne a Sony nagy őszi exkluzívja, a Death Stranding, egy sokkal könnyebben értelmezhető játékot kapunk tőlük. A Concrete Genie főszereplője egy fiatal srác, aki egy napon rátalál egy ecsetre, mely rajzait életre kelti. Ennek használatával igyekszik Danska városát megtisztítani a bulliktól és új életet lehelni bele. Az alapjáték mechanika nagyon érdekes, még az általunk teremtett lények színe is befolyásolja majd viselkedésüket. Nagyjából 5-6 órányi szórakozásra számíthatunk, de az garantáltan tartalmas lesz. Grid. A Codemasters a gyökereihez irányítja vissza a Grid sorozatot egy új, mondjuk rebootnak is tekinthető epizóddal, mely egyébként a Toka széria 10. játéka lesz. A klasszikus Grid élményre számíthatunk, utcai és zárt versenypályákon vezethetünk szebbnél szebb járgányokat. Az egyik nagy újdonság a Nemesis rendszer, mely arról gondoskodik, hogy azon riválisaink, akikkel sokat koccanunk, ne hagyják ezt szó nélkül. Visszatérő és új pályákra is számíthatunk, valamint arra, hogy mind a szimulátorok kedvelői, mind az árkádosabb élményre vágyók megtalálják majd, amit keresnek. Plants vs. Zombies Battle for Neighborville. A PopCap egyik nagy ötlete volt, amikor néhány évvel ezelőtt elkészítette a Plants vs. Zombies Garden Warfare-t. A kompetitív lövöldözős játék evolúciója a Battle for Neighborville, melyben 6 különböző PvP módban szállhatunk harcba a zombik vagy a növények oldalán. A szabadon bejárható régiókban kooperatív módok, különböző tennivalók, valamint különleges küldetések várnak minket. Nagyon izgalmas, könnyed shooter lesz, így aki a vért nem szereti, ebben lövöldözhet erőszakmentesen. The Outer World. Nem lett rossz a Fallout 4, de sokan voltak, akik inkább az Obsidian Entertainmentnek könyörögtek a Fallout New Vegas folytatásáért. Ha ezt nem is, egy teljes értékű, nagy, kalandozós, lövöldözős szerepjátékot bizony kaptunk a csapattól. A The Outer Worlds-ben az űr peremére utazunk, egy elképzelt retrofuturisztikus világba, ahol gép által irányított társaink segítségével küzdhetünk meg ellenséges frakciók tagjaival. A beszélgetések során adott válaszaink befolyásolják majd a történet alakulását, és eldönthetjük, hogy kedvesen vagy szemét módon viselkedünk a többiekkel. Ahogy egy igazi RPG-hez illik, fejleszthetjük a karakterünket, testre szabhatjuk fegyvereinket, és sok-sok órányi szórakozás vár ránk. Call of Duty Modern Warfare. Évek óta nem vártuk olyan nagy izgalommal Call of Duty játékot, mint az idén. Az Infinite Ward felszívta magát, és eldöntötte, hogy visszanyúl a sorozat aranykorához. A Modern Warfare a Code 4-en megkezdett alsorozat rebootja lesz, melyben egy komoly, súlyos témákat boncolgató sztori, egy földhöz ragadt, sok elemében továbbfejlesztett multi, és egy zombik nélküli kooperatív mód vár ránk. A fejlesztők törekedtek a realizmusra, így nemhogy nincs falonfutkározás, még a fegyverek visszarúgásával is számolnunk kell. Végre jó okunk van izgatottnak lenni, és bár vannak olyan apróságok, mikrotranszakciók, lootboxok, egyéves PlayStation 4 exkluzív játékmód, ami miatt kicsit lefele bígyed a szánk, azért be kell látni, hogy az Infinite Ward jó úton halad.
Ez még persze nem minden, hiszen a hónap végén érkezik a Medieval remake-je, Halloween-kor megkapjuk a Luigi's Mansion 3-at, valamint ne feledkezzünk meg arról, hogy mind az Overwatch, mind a The Witcher 3 Wild Hunt októbertől boldogítja a Switch tulajdonosokat. Hogy ti mit vártok a legjobban, azt viszont most írjátok meg kommentben, és ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, nyomjátok a csengőt, hogyha még akartok ilyen és ehhez hasonló videókat látni. És persze, iratkozzatok fel a GameStar Hungary YouTube csatornára, mert attól lesz csodálatos ez az ősz. Köszi, hogy néztek minket, sziasztok!